Az Oroszlóna mintegy 1500 lakosú kis nyugatbácskai faluban évek óta gondot jelent a rossz minőségű ivóvíz. Lajtos kocsi hozza a vizet a faluba. A doroszlóiak erre a problémára is megoldást várnak a helyi közösségi választásoktól. Ki fogok menni szavazni, sőt az egész családom kimegy. Fontosnak tartjuk a falunak a sorsát, a fejlődését. Bizony-bizony nagyon ráférne egy kis ilyen felújítások minden téren, akár a vízellátásra gondolok, akár az iskolákra, óvodára, művelődésre, úgyhogy fontosnak tartom a vasárnapot. A fiatalság jobban, hogyha itt maradna, mert itt már a falu ugyancsak kifogy, úgyhogy elég kevesen vagyunk sajnos. Persze, hogy kimegyek, mindig is ki szoktam menni, mindig bízunk a jövőbe, hogy talán egy kicsit javul a helyzet. A 9 tanácstagi helyre 18-an pályáznak. A szavazáskor nem listákra, hanem személyekre adhatják le voksukat a polgárok. A Magyar Összefogás Doroszlóért Polgárok csoportjának indulóit a VMS támogatja. A tanácstag jelöltek a vízellátás megoldását és a gazdaság fellendítését tűzték ki célul. Itt van 311 millió a Szentkút további fejlesztése. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus nagy projekt, ebből sokat fog táplálkozni a falu. Gazdaságilag is fejlődik, és turisztikailag is. Fontos, hogy minél többen részt vegyenek a helyi közösségi választáson, vélik a jelöltek. Ténylegesen az alapértékek, a helyi intézmények léte forog kockán, és hát ezt szeretnénk megtartani, megvalósítani, és hát el kell mondani, hogy következetességgel és határozottsággal és egységességgel szeretnénk mindezt megvalósítani. Szerettük volna megszólaltatni a Szerb Haladó Párt által támogatott a Haladó Doroszlóért elnevezésű polgári csoport tanácstagjelöltjeit is, de egyéb elfoglaltságaikra hivatkozva nem nyilatkoztak stábunknak. A doroszlói helyi közösségi választást augusztus 13-án vasárnap tartják. A lakosok a helyi közösség épületében reggel 7 és este 8 óra között adhatják le szavazatukat.